Folytatjuk az Eliupot, köszönjük azokat, akik YouTube-on nézik ezt a részt, a teljes epizódot az AMC Mikron nézhetik meg alkalmazásból és desktopból egyaránt. Vendégeinknek felajánlottuk, hogy beszélgessünk a Liga Top 5 újoncáról, vagy a Brooklyn Netsről. Mind a ketten azt mondták, hogy beszélgessünk inkább a Brooklyn Netsről. Úgyhogy őket kell hibáztatni, hogy tovább toljuk ezt a hype vonatot. És öt szempontból próbáljuk megvizsgálni az elmúlt másfél-két hetet a Brooklyn Nets életében. Az edző Irving, Simmons, a tulajdonos szakvezetés, illetve Durant szemszögéből. Kezdjük a jelenleg ideiglenes edzővel dolgozó Brooklyn Netset. Ugye kirúgták Steve Nash-t, és jelenleg hát az a hír járja, hogy nagyon megpróbálják leszerződtetni Ime Udokát, amire a Boston Celtics azt mondta, hogy tőlük vihetik. Egy nagyon picit még beszélgessünk Nash-ről. Azt nem kérdezem meg tőled, hogy miért vállalta el, bár azt se értem. De ez az elmúlt másfél-két év mit árult el nektek az ő karakteréről, edzői kvalitásairól? Szerintetek látjuk-e még padon, maradt-e ezek után bármi vágya erre, vagy inkább elmegy a szakajtóni gyereket nevelgetni, akit időközben ott legyártott? Időközben. Korábban elkezdte azt. Nem tudom, én nekem mindig olyan kicsit olyan sótlannak tűnt, vagy olyan... Ilyen nagyon visszafogott, nagyon úri embernek akarok lenni, aztán a végén már elszakadt a cérna, de az, hogy vagy nem akart, vagy nem mert neki menni olyan játékosoknak, akiknek lehet, hogy neki kellett volna menni. Esetleg nagyon hálás volt érte, hogy annak idején talán Durant volt az, aki leginkább szerette volna, hogy ő legyen az edző. Fogalmam nincs, hogy mi járhatott az eszébe, én viszont azt gondolom, hogy ő nem akar már edző lenni. Nem tudom, hogy akar-e vagy nem akar, de ilyen szituációban szerintem egy edzett edző is neki is megfájult volna a feje, amit ő átétezett a két és fél év alatt. Tehát olyan ennél a csapatnál olyan dolgok történtek, ami egy másik NBA csapatnál 30 év alatt nem történik. Itt a rengeteg szupersztár, ki játszik, ki nem játszik, plusz a Covid, hol játszik a csapat, ki nem játszik, a pályán belüli dolgok is, és a pályán kívüliek is. Ez úgy egészében szerintem nagyon sok volt neki. Ráadásul ő játékosként egy olyan szituációból jött, ahol Mike D'Antoni volt az ő edzője. Hosszú éveken keresztül sikeres csapat volt. Most nem számítom a Lakers-es periódust a karrierje végén. Egy olyan szituációból jött, ahol nem kellett igazán olyan dolgokkal neki szembesülni a játékosként sem, se előtte Dallasban, mint amivel szembesült most. Nem volt semmilyen tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy kell kezelni a modern, mai kornak a szupersztárjait. Nem volt semmilyen tapasztalata azzal, hogy ennyire ilyen kihetett szituáció, mint ami volt a pályán kívül, ugye a Covid-ra gondolok, és az, hogy elment a csapat bubble-ba, ott a Kyrie Irving, tehát annyi minden volt, ami egyszerűen túlhaladta az ő. És én nem is okolom ezért őt, mert komolyan ez egy olyan szituáció, ami 8-szor nagyon... tapasztaltabb edzőnek is beletölt volna. Igen, biztos vagyok benne. 160 meccset ült nagyjából a Nets kispadján, 83 különböző kezdőcsapata volt ez alatt, az időszak alatt. Igen, tehát, normális. Tehát ez egy olyan szituáció volt, hogy ez nem de tényleg katasztrófa volt, akkor volt a Harden trade, akkor a jövőjüket elcserélték Hardenre, aki aztán pár hónap múlva azt mondta, hogy hát én mennék inkább innen. Igazán nem is derülhetett ki az, hogy szakmailag ő mennyit tud edzőként átadni, mennyire tudja segíteni a fiatalok fejlődését, mennyire tudja összeadni a csapatot, mert nem volt, ahogy te is mondod. Ráadásul, amit lát az ember kintről, mit lát, karbantett kézzel, szinte fapofával a pad előtt megy, és általában tapsol, segre pacsi. Tehát nem látod azt, hogy mint egy más edző, hogy mondjuk rohangál, kiveri a balhét. Ja, azt a segre pacsi után. Tehát nekem is meglepetés volt egyébként, amikor kezdett már az a podcast kultúra elterjedni, és megjelent akár Bill Simmonsnál, akár más híresebb újságírónál Steve Nash, hogy én azt hittem, hogy egy viccesebbet szórakoztatóbb fazon, és voltak pillanatai, de egyébként valóban egy picit olyan nagyon kanadai, de hogy közben meg ezer és egy dolog érdekli, a focitól kezdve, a filmgyártáson keresztül, hát ez álom melója volt, néha lement a Warriorshoz játékosokkal dolgozgatni, ugye onnan van a jó viszony Durant-tel, ehhez képest beleállt ebbe a sztoriba, és
A következő ugye, potenciális, nem tudom, veszélyforrás az az, hogy minden mindegy alapon, vagy annyira mélyen vagyunk, hogy innen már csak felfelé jöhetünk, hogy egy olyan edzőt, akit a saját csapata azt mondja neki, hogy te figyelj, te egész évben nem edzősködhetsz nálunk, mert akkora egy tróger vagy. Ja, de egyébként máshol egészen nyugodtan, hogy ezt az edzőt bevállalják-e? Én szerintem ez egy... Nem is tudom, mi lenne egy cseresznye a hab tetején, amit a Brooklyn bevállal. Most itt sem tudjuk pontosan, hogy mi történt Judokával. Valószínűleg nem szép dolgok történhettek, hogyha a Boston egy ilyen sikeres év után ezt csinálja vele. És akkor még egy problémát vigyünk be Brooklynba. Másfél hónap után annyi szivárgott ki Bostonból, amit így nagyjából fixen állíthatunk, hogy összejött egy Boston Celtics alkalmazott hölgyel, ami elvileg nem egy olyan dolog volt, amit támogatott a szervezeti működési szabályzat vagy a munkaszerződése, de ez, ha még nem is lett volna elég, akkor ez az udvarlás vagy a kapcsolat elején, vagy a végén molesztálásba ment át szóban. Ennyit tudunk, és hogy most ki volt ez a hölgy, az még talán nem derült ki, de itt az alelnök feleségétől Stevens titkárnőjéig már mindenki elhangzott. Lehet, hogy mindegyik is volt. Mindegy. De az a probléma még akkor kellene. Jó edző, volt már Brooklynban, ezt a részét el lehet adni. Azt a részét, hogy milyen körülmények között kerül oda, azt rohadt nehéz. Döntőbe vezette a Boston Celtics-et, tehát ez egy nagy pozitívum ilyen szempontból nem beszélve. Jóban van Sean Marks, a general manager, ez egy másik nagy pozitívum. Csak egy kérdés az, hogy mennyire pozitívummá válik ez a dolog most már tínes után. Ez egyik, hogy mit üzen ez a világ nőinek, hogy egy olyan fickó, akit eltiltottak egy évre, egyébként egy más csapathoz nyugodtan simán menjen el. De ez is érdekes, hogy egy évre tiltották el. Tehát már, és ugye a játékosok nyilatkoztak is, most már Celtics játékosok abban a pillanatban, amikor ez felröppent, hogy már Brooklynba fog menni, hogy hát itt arról volt szó, hogy itt eltiltás van. Már az teljesen ki volt akadva. Tehát erről neki nem szinten... szóltak, hogy ő ide nem fog visszatérni. Yeah. Érted? És mármint az, hogy őt egy évre, egy szezonra eltiltják, tehát ezzel kap, de a fizetését megkapja, eltiltják egy fizetését megkapja, és utána, nem is utána, közben elmet azért bárhova. Tehát egy csomó dolog ott sem tiszta, hogyha már San Antoniót boncolgattuk korábban, most boncolgatnánk a Celticsnek a kezelését, és most áttérünk ugye már a Brooklynhoz. Mennyire zavaró a transzparencia hiány, mert az NBA eddig eléggé transzparens volt. Tiszta fizetések, tiszta szerződések, mindig tudtunk mindent, és most megy ez a rohanunk becsukott szemmel a nem mondom milyen erdőben, aztán majd valami történik. Tehát ott szájjal, és akkor tehát még odavinni mondjuk Josh Primot, meg Miles Bridges-t. Igen, az úgy lenne. És akkor teljes lenne a prison, a Brooklyn Prisoners. Kyrie Irving egy ideje már szaladgál ebben az erdőben, és végül csak sikerült egy akkora ökörséget csinálnia, hogy ez már se a liga, se a csapata, se a tulajdonosa nem nézhette szó nélkül. Megosztott, propagált, népszerűsített egy olyan filmet, aminek a tartalma röviden úgy írható le, hogy a feketék igazából a bibliai zsidóság igazi leszármazottai, azok, akiket most mi jelenleg zsidónak ismerünk, hívunk, igazából imposztorok, akik elvették a feketéktől ezt a kvázi szerepet, és kitúrták őket a társadalomtól, és ők az első rasszisták, akik a feketék elnyomását megkezdték. Egyébként a holokauszt az nem is feltétlenül úgy történt, ahogy történt, plusz egy kis Adolf Hitler idézet, szóval volt minden ebben a filmben. Egy héten keresztül könyörögtek Kyrie Irvingnek, aki nem válaszolt SMS-ekre, nem lehetett vele kapcsolatba lépni, hogy kérjen kerekperec bocsánatot, hogy nem ezt akartam, ezt nem sikerült, mindig mismás volt, mindig trükközött, nem ismerte a felelősséget el. Most végül a Netz eltiltotta minimum 5 meccsre, de már kijött az, hogy egy 6 lépésből álló házi feladatot kell csinálnia, mielőtt visszatérne, amiben van az, hogy nagyon mélyen bocsánatot kér, hogy tanfolyamra jár, hogy érzékenységi tréningre jár, hogy antiszemita tréningre jár, hogy találkozik a rágalmazás elleni liga vezetőivel és más zsidó vezetőkkel, és majd amikor ezzel készen van, utána elmegy kvázi vizsgázni a tulajdonoshoz, meg a liga vezetőkhöz, és meggyőzni őket, hogy megváltozott. Hát ez nem 5 meccs. Ez nem 5 meccs, és akkor esetleg visszajöhet játszani. De nagyon okos dolog volt egy olyan
témában most az összeesküvést, vagy a magyarázatot keresni, amiben 70 éve mindenkinek, aki bárki megpendítette ezt az egészet, az eltörlés kultúra előtt is eltörölték. És utána pedig ezek a mismásolások, amit a sajtótájékoztatókon, ahogy próbálja magyarázni, de elnézést, bűnbánatot mutatva egyiket sem, semmit, utána arra kényszeríteni, hogy nagyon mélyen kérje bocsánatot, holott megvolt rá az esélye, hogy ezt megcsinálja, de mint amikor én otthon mondom, hogy kérje a nővérettől bocsánatot. Nem, mert nem gondolom komolyan. Ennek így mi értelme van? Szerinted ez lesz az, hogy Kyrie-t akkor most megbüntetjük, nem fizetjük, öt meccsig, és akkor ez a pénz ledobja őt? Vagy Kyrie Irving mit gondol az élet? Tehát, hogy mit gondol az ő, ez a kérdés. Az ő kötelességéről, és mit gondol az ő feladatát? Tehát, hogy ő kap évente 40 millió dollárt bruttóban, ami 20 plusz a Nike pénz, amíg le nem tiltották, de hogy ő neki ezért mit kéne a túloldalon beletenni, én azt látom, hogy semmit nem érez magára kötelezően. A probléma az, hogy ő egy teljesen talaját vesztett ember, fiatal ember, mert nem öreg még. És azt azért mondom, mert ő abba a spirálba került bele, hogy egyszerűen ő azt gondolja magáról, hogy okosabb, tanultabb, és sokkal jobban felkészült, mint bárki más. Igen. Tehát ez a legnagyobb probléma. Tehát innentől kezdve őt ugye olyan emberek veszik körül, amit ugye Kareem Abdul-Jabbar úgy apostrofált, hogy a yes emberek, tehát akik mindig mindenre azt mondják, hogy igen, 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 jól van, senki nem tudja kontrollálni, és minden egyes sajtótájékoztató, amikor beszél, az jön le, hogy egyrészt őt támadják, mert ő fekete, az ahonnan jött az a faj, az fekete, és nem értik meg, hogy ő mit akar, tehát kvázi mindenki hülye körülötte, csak ő az, aki mindent tud. Igen, pont Baskának mondtam még így az adás előtt, hogy 2016-ban NBA bajnok irányító, relatíve problémamentes, először Only White Girls Yacht Party, arcból lett egy fekete emberjogi harcos, aki közben vegán és átkonvertálta magát az iszlámra, és most akkor neki megyünk egy kicsit a zsidóságnak, akkor belerúgunk a tulajdonosokba, akkor a rendszert próbáljuk meg megváltoztatni egy emberként, de ő úgy érzi, ahogy beszél, hogyha látjátok, mint hogyha felette állna. Persze. Felette állna mindenkinek, oktatólag próbál fellépni. Így van. Tehát ő úgy próbál oktatni mindenkit, hogy ti nem értek, miről van szó. Tehát miért ezzel foglalkoztok? Beszél, akkor utána pedig annak nincs se eleje, se vége. Így van. Se vége. És önön magának pontosan is képes ellentmondani. Így van. Mert, és ebben egy kicsit az van, hogy azért, mert hogy nem megyek bele mélyebbe, mert úgyse értitek. Tehát, hogy ez a nagyon mélyen a gondolataim, na mindegy. Szóval Kyrie Irving... Ez nagyon szomorú egyébként látni, hogy egy ilyen tehetséges játékos ennyi, azért mondom, hogy talaját vesztettem, mert egyébként zseniális a fickó a kosárdát tekintve, tehát tényleg öröm nézni, és csak egyszerűen annyira elment vele a világ, tehát egy saját világot épített fel magának, és azt gondolja, hogy minden az, amit ő csinál, helyes, minden más pedig nem. Vele kapcsolatban azt gondolom, hogy a Brooklyn Netsnél egyetlen kérdés maradt, hogy találnak-e egy olyan balekot, akinek oda tudják adni februárban, mert az biztos, hogy Joe Tsai nem fogja meghosszabbítani nyáron, a hírek szerint, minden forrás szerint a tócipője, a töke is, ami még lehet, az minden tele van Kyrie Irvinggel. Van egy csapatunk, ahol még játszik egy Ben Simmons, róla most egy picit beszéljünk csak, mert ez a csapat, ahol Simmons, Royce O'Neal, elvileg free and D, védőspecialista, ex-Utah játékos, és Kevin Durant, aki a fényes napjain ugyancsak nem számít rossz játékosnak, jelenleg 26. a védelemben, úgyhogy Nash-nek a támadójátékot valamennyire sikerült, bár ilyen játékosokkal nem tudom, mennyire volt ez bonyolult, de a védelmet nem sikerült összeraknia, viszont akik fölött álltak, mármint Steve Nash fölött, hát nekik is azért kell az elmúlt időszakkal számolniuk, gondolok itt Sean Marks GM-re, illetve Joe Tsai tulajdonosra, akik ezt az egész csapatot egyrészt összerakták, másrészt ezt az Irving ügyet kezelték. Milyen híre van Sean Marksnak, és milyen híre van a Brooklyn Netsnek? Ki az, aki ide önszántából mostanában el akar menni? Gyorsan akarnék válaszolni, nem sokan, hogy milyen híre van Sean Marksnak. Ugye ő a San Antonio Spurs, akit már boncolgattunk, arról a Coach Popovich féle fáról származó, úgymond nem edző, mert ugye
nem egy nem túlságosan NBA szinten jó ausztrál játékosról beszélünk. Új-zélandi egyébként, de az a része a föltekének, az biztos. Szóval, és egy értelmes olyan figura, aki kiegészítő ember volt a játékosként a ligába, viszont eltöltötte annyi időt, hogy magába szívhatta azt, hogy miről szól az NBA, és hogyan kell játékosokat kezelni. Az, hogy mit tett le az asztalra, azt úgy tudod mondani, hogy elérte azt, amit elérhetett volna ezzel a három emberrel, már önmagába megszerezni három ilyen játékost, már az sem egy egyszerű dolog. A probléma azért az ő megítélése nagyon vegyes, mert ugye ezeket az ügyeket valahogy kezelni kellett, de ki tudja ezeket kezelni, ki tudja ezeket a játékosokat kezelni. Tehát három olyan játékosról van szó, akik elképesztő egóval rendelkeznek. Tehát elképesztő sztárok, elképesztően tudják a kosárlabda játékot, de azon kívül tehát gyakorlatilag nincs olyan ajtó, hogy beférnek egymás mellett hárman. Igen, nem tudnak, még néha magukkal se állnak szóba. Így van, körülbelül. A probléma szerintem ott van, csak másfajta szempontból nézve, hogy rossz a csapat szerkezete. Kyrie Irving nagyon szépen fejez be gyűrű körül. Durant inkább jump shooter, és mellettük van még egy Hart, van egy a Curry, van egy Patty Mills, akik szintén csak dobok, és egyszerűen a gyűrű alatt nincs olyan játékos, aki támadja a gyűrűt az oldalukon, és egyik se egy szuper atléta, ott van Claxton, aki atléta, de jelen pillanatban nagyon játszik. Ugye Simmons gyűrűre nagyjából, csak leosztásokból. Volt egy Jared Allen, akit elengedtek. Hardenért. De ő sem az, aki, ő is csak a leosztásokból tudott ugye kosarat dobni. Na most, mivel itt van ennyi labdacipelő és kinti tüzér, nyilvánvalóan távoli dobás, hosszabb lepattanó, könnyebb indulási lehetőség a védőcsapatnak. Több benne a hiba. Plusz az van, hogy mindenki meg akarja szilárdítani a helyét a csapatba, úgyhogy én pontot dobok, ezt hagyjatok a pályán. Annyival egészíteném ki azt, amit Kornél mondott, hogy valóban az, hogy Sean Marks összehasztal ezt a csapatot, az egy megsüvegelendő sztori, ugyanakkor meg a világ összes helye ott volt a plafon alatt, és minden mozgás, tehát ebből bármit is lehetett volna akkor csinálni. De ha megnézitek az igazolásaikat, akkor egy dolog van szerintem, ami talán rossz, amiből a vártnál rosszabbul jöttek ki, és ez Kevin Durantnek a bizonyos hullámzása. Tehát Kyrie Irving szerintem romlott áruként érkezett ide. Emlékezzetek vissza, hogy már milyen volt a bostoni, tehát pontosan borítékolható volt, hogy ha csak csoda nem lesz, akkor James Harden, aki úgy blökte be a Houston Rocketsot a busz alá, akik mindent megadtak neki, hogy vissza se nézett. Tehát mindenből pontosan az jött ki, ami egyébként várható volt, hogy a spirál ez továbbra is lefelé halad. Az utolsó mohikán meg Kevin Durant, aki ugye már nyáron is bejelentette, hogy ő elege van. Őt el kéne cserélni. Akkoratilag elege lett, igen. Aztán meggyőzték, hogy nem akar elmenni. Ugye, én Steve-es helyében valószínűleg akkor mondtam volna föl, és mentem volna haza a gyerekekhez, amikor ugye közölte Kevin Durant, hogy Sean Marksot, aki őt odahozta, és minden kívánságát leste, és Steve Nash-t, akit ő hívott oda, és minden kívánságát, na őket kell kirúgni. Igen. Mi lesz vele szerintetek fél év múlva, egy év múlva, öt év múlva, mert hogy az élete hát gyakorlatilag legszebb éveit pazarolja most már folyamatosan Brooklynban, a haja az egyre kevesebb, a játék az még valamennyire régi, de hát az idő azért már eléggé kezd eljárni. A kérdés az, hogy ki fogja egyrészt a szerződését befogadni, tehát ő nyerni akar, tehát ilyen szempontból nem fog elmenni olyan csapathoz, aki képes befogadni a szerződését, mert az nem, tehát nincs esély igazán nyerni, hogy vele mennyire lesz jobb a csapat, biztos, hogy jobb lesz valamennyire, de nem 100%, hogy sőt, ki tudja hány százalék, hogy tud akkor átlökni azon a csapaton, hogy bajnok esélyes legyen. Egy bajnok esélyes csapat már eleve nagy részben túl van ugye a fizetési sapkán, tehát ők nem fognak egy ilyen szerződésben nyelni. Még annak tudatában sem, hogy úgy be tudnának nyelni, hogyha feladnának a saját kor játékosokból, tehát a saját magból feladnák játékos, csak így lehetne elfogadni. Melyik ez a csapat, aki képes erre? Ez volt a probléma egyébként most is, hogy voltak csapatok, akik érdeklődtek, mert egy jó játékos. De hogy mennyit adsz érte, és mennyit fogadsz el? És Nanetz nagyon pofátlan volt, nem dőlt be. Igen. Így van. Igen, hát a Durant számomra még mindig a top 5 játékos.
az NBA-be. Az látszik rajta, hogy szerintem neki is tele lett a hócipője. Ezzel az egész brigáddal, a környékén, a Hardennel, a Simmonszal, az Irvinggel, a Coviddal, aztán lehet, hogy összeveszett Nash-el. Nem tudom, hogy mi a baj a Marks-szal vagy Nash-el, mi volt a problémája pontosan, mert ugye ez nem lett kifejezve. Valószínűleg az, hogy ők nem tudták kontrollálni ezeket a játékosokat, és Kevin Durant inkább egy ilyen bitching játékos, mint egy nagyon komoly líder egy csapatban. És ő nem tudott ezzel mit kezdeni ezzel a helyzettel. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy a Golden State Warriors képes lenne arra, hogy föladna olyan játékosokat ő érte, amit mondjuk a Brooklyn Netsnek tetszene. Mert ők képesek erre, ott nem számít a pénz, ezt láthatjuk. Igen. Számít a jövő, mert már azt építik, viszont nyerni szeretnének minél többet, és zárul be a Steph Curry féle window, az ablak, amin nyerni fognak. Az egy érdekes dolog lenne, hogy ott azt mondja, hogy inkább a következő két évben hozzuk vissza Kevin Durantet, és egyszer már működött, miért nem működne most is, ott egy teljesen más szituáció. Wiggins mellé tudnának tenni szerintem olyan fiatalt, aminél ugye... nem tudom, hogy kapnak egy sokkal jobb ajánlatot máshonnan Brooklynban. Mi lesz Draymond Green-nel, tehát ott van egy csomó olyan dolog, neki van még egy jövőre egy éves szerződése, nem kevés pénzé ugye Draymond Green-nek, tehát ott azért meg lehetne lépni azokat a dolgokat, ami érdekes lenne a Brooklyn Nets részéről, és érdekes lenne a Golden State részéről, de nem akarok tippeket adni. Hát azt szokták mondani, hogy az újra melegített káposzta az nem túlságosan jó. Kevin Durant egyszer már nem kijött a Golden State Warriorsból. Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a sorsa ennek a csapatnak. A szezon előtt szerintem a titkos bajnok esélyesek közé is berakhattad őket, ha minden klappol. Nagyon másmilyen időket írunk, úgyhogy most beszéljünk két olyan csapatról a reklám után, akik közül az egyik egy kifejezetten izgalmas keleti csapat, a másik pedig látványosan szenved nyugaton. Reklám után jön a Cavaliers és a Lakers meccs beharangozója.